Ebben a Bonyhádi házban lakik Pécsi József a családjával. A Felvidéken született úr kereken 100. születésnapját ünnepli, és ahogy itt szokásban van, a város vezetője Filóni Ferenc Ibolya érkezik hozzá köszöntésre. Azt kívánom tiszta szívből, hogy minden napját kísérje békesség, szeretet, egészség. Józsi bácsi rövid unszolásra elmeséli, nem volt egyszerű az élete. Volt hadifogoly, és szökött meg a kitelepítés elől. Volt olyan időszak, amikor nem volt munkája, mégis, ahogy mondja, a hite átsegítette minden nehézséget. Gondolom, úgy tudom, hogy én nem megyek senkihez kódulni, nem megyek be senki az, hogy adjon észrehet kenyemet, mert pestiek is szegények voltak nagyon. Volt egy ember, hogy tudott tojás venni, milyen boldog volt. No, és mondok, azt nem kaptam. Filóni Ferenc Ibolya polgármester átadta azt az emléklapot, melyet Magyarországon minden szépkorú számára elküld Orbán Viktor miniszterelnök. Emléklap Pécsi József részére 100. születésnapja alkalmából. Ez az emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat. Ebből az ünnepi alkalomból kívánok önnek jó egészséget és további boldog éveket, tisztelettel Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. Ezt szeretném még átadni, sok szeretettel Józsi bácsinak. Arra a kérdésre, hogy mi a hosszú élet titka, Józsi bácsinak határozott receptje van. Azt üzenem, hogy bízzak a jó Istenbe, tanuljanak és dolgozzanak. És akkor lesz szabad napjuk is, és boldogan tudnak élni. De ha Istenben nem bíznak, elvesznek.